Engem az érdekelne, hogy honnan van ennyi energiád. A párod mennyire veszik ki részét az otthoni teendőkből, mennyi időd van magadra? Nincs is sok energiám. Egyáltalán nincsen sok energiám. Pont ezért, mert egész nap itthon vagyok velük, itthon ülök velük, vagy nem tudom, szóval már sétálni sincsen túl sok energiám. Elmegyek a játszótérig velük itt fölhegymenetbe, és lóg a nyelvem a bokámig, szóval nincs energiám. A párom, a Laci, tulajdonképpen tökéletesen ugyanannyit csinál, mint én, sőt, szerintem még többet is csinál, mint én. Ugyanúgy pelenkáz, tehát nagyon sok apuka van, aki rá sem bír nézni a kis pelusra a Lacinak. Képzeljétek el, hogy még az első gyereknél egy császármetszés volt, és ő neki mutatták meg a nővérkék, hogy hogyan kell a legszebbre pelenkázni, és utána a Laci tanította meg nekem, tehát én még egyetemen nem pelenkáztam, és ő sem, és őt tanították meg. Úgyhogy szerintem ezzel mindent elárultam. A Laci tökéletesen mindent megcsinál, amit egy anyuka is megcsinálhat. Szóval ugyanúgy eteti őket, ugyanúgy főz nekik mondjuk valami vacsit, vagy ebédet, vagy ugyanúgy meg kell nekik egy kenyeret, ugyanúgy elviszi őket, mondjuk, hogyha orvoshoz kell menni, akkor ugye elég bonyolult nekünk azt megoldanunk, hogy kettővel valakinek itt van kell maradni, és akkor a Laci viszi el mondjuk orvoshoz, akár védőnőhöz, akár orvoshoz, neurológushoz, az Alexet például ő vitte ortopédushoz. Úgyhogy én szerintem azt mondom, hogy maximálisan segítés, és ugyanúgy ellátja a szülői teendőket, mint akár én. Mennyi időm van magamra? Annyi időm van magamra, amennyivel meg tudok egy videót szerkeszteni, mit tudom én, ez a mondjuk heti egy, vagy volt egy két heti egy videót töltöttem ugye föl, és akkor mondjuk azt, hogy ez egy olyan 1,5 óra, amíg ezt, tehát miközben videózom, nyilván játszunk együtt, tehát azt nem számítom én időnek, de azt már igen, amikor mondjuk megvágom a videót, azt mondjuk számítsuk én időnek, és akkor az az én szórakozásom, amikor válaszolok valakinek a kommentjére, vagy valakinek az üzenetére, mondjuk akkor mondjuk azt, hogy heti, mit tudom én, 1,5 óra teszem azt, vagy amikor mondjuk a gyerekek elmennek Magdikával, a babysitterünkkel, arra 4-5 órára játszóházba, mondjuk akkor nem mondanám a takarítást, vagy a hát mondjuk a Lizának a szekrényének a rendezését, hogy így szépen szín szerint válogatva, mondjuk a felső részét pont nem látjátok meg, ami itt van, és sem látjátok, hogy szín szerint rendezgetve a ruhákat, azt tekintjük mondjuk én időmnek, mert az az én, nem tudom, én vágyam volt, hogy legyen a Lizának egy ilyen helyes kis gardróbja, úgyhogy ezt megtalálom én itthon, tehát nem kell nekem ahhoz elmennem, mit tudom én, színházba vagy moziba, én megtalálom itthon is a számításaimat, és itthon is találok magamnak olyan kis elfoglaltságot, amivel el tudok mojolni így magamba, és akkor mikor Laci nem kell hozzá, és akkor Laci meg csinálja a saját dolgát, és hát most azt akarom mondani, hogy kezdjétek el tegnap, amikor volt az élő, és tulajdonképpen ezért is nem derült ez ki, hogy borzasztóan rossz a hang, mert a Laci nézte, azt hiszem telefonon vagy laptopon, nem tudom, hogy nézte, de közben ő mosogatógépet és porszívót szerelt. Elromlott egyszerre a mosogatógépünk és a porszívónk. A porszívónk az úgy romlott el, hogy van még rajta két egységnyi töltés, mutattam már a korábbi videóban, aki már régen volt a követ, van egy ilyen fehér bors porszívó, ilyen álló porszívó, imádom, és a barátnőmnek tekintem, és odáig vagyok érte, és borzasztóan megviselt lelkileg, hogy ő elromlott, ő itt állt Lizának a szobájában, már szerintem 2 hete, amikor ugye elkezdtük a gyerekeknek a szobáját csinálni, senki hozzá se szólt, és vittük le tegnap, és rá akartuk dugni a töltőre, és nem reagál, nem veszi fel a töltést. És első körben Laci azt állapította meg, hogy nem a töltőnek a hibája, hanem magának a porszívónak a hibája. És tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy ha az a két kis egységnyi töltés lemegy, akkor
akkor ennyi volt. Szétszette, megnézegette, kiméregette, valamennyire azért konyít hozzá, és nem igazán látott olyan hibára utaló jelet, hogy ő neki most ilyen állapotban kellene lennie. Szóval, és a vitása pedig 50 ezer forint lenne, hogy egy új motort venni majd bele a motort szaksival együtt, és hát nyilván akkor már nem éri meg őt szervizeltetni, hanem akkor egy másikat kell venni, de hát ez engem olyan rosszul érintett, komolyan mondom, hogy 2,5 év után megadta magát a porszívónk. Szóval ez az egyik, a másik pedig a mosogatógép, ami most már egy hete buherá, lehet, hogy még most is buherája, mert most lehet, hogy rájött, hogy mi a baja. Képzeljétek el, 12 éves a mosogatógépünk, tehát amikor mindegy költöztünk ebbe a házba, akkor már örököltük ezt a mosogatógépet, tehát már 12 éves ez a gép. Azóta voltak már azért vele bajok, de mindig meg lehetett csinálni. Szakember mindig meg tudta csinálni, aztán később már a Laci is kisebb alkatrészekkel meg tudta csinálni, és ő szegényként most is reménykedik abban, hogy napok óta azt húzogatja, kiszereli, futatja a programot, mindig azt hiszi, hogy megtalálta a megoldást, és most nagyon-nagyon reménykedünk, hogy megtalálta a megoldást, mert most tényleg látszik a szemében a csillogás, hogy na most akkor meg lesz. Kim volt a szerelő pénteken, és azt mondta, hogy ez motorhibás, úgyhogy itt igazából nincs miről beszélni, nincs értelme a motort kicserélni, mert ez egy 12 éves gép, és újat veszel tulajdonképpen ennek az árából. És most délelőtt ott is voltunk, kinéztünk neten egy mosogatógépet, egy konkrétan Bosch mosogatógépet néztünk ki. Szegény, imádott porszívom, Bosch szintén, tehát, hogyha már itt tartunk, akkor jó, mindegy, én voltam a hülye. Egyszerűen szóval a Boschról azt tudjuk, hogy ez egy nagyon jó márka, és akkor azt szerettük volna, hogy na, akkor egy Bosch mosogatógépünk legyen, egy középkategóriás, tehát nem is a gagyi, de nem is a legszuperebb, mit tudom én, 300 ezer forintos csúcsminőség, hanem egy középkategóriás gép legyen, ha már ugye mindenképpen cserélni kell. És ott voltunk ma Lizával, anya furcsa volt, hogy csak gondoltunk, hogy menjünk el a médiába, beraktuk Lizát hátra, elmentünk egy babakocsival, és tök jól tűrte, és nézegettük a mosogatógépet, végighallgattuk a, mit tudom én, fél órás mondandóját az eladónak, minden egyes márkáról és minden tapasztalatról, és a Liza pedig ott üldögélt a babakocsiban, aztán kiszállt, aztán a kezét fogtam, és úgy sétálgattunk, meg rácsodálkozott dolgokra, és nem az volt, hogy úristen, hogy három gyerek volna szed össze, meg egyáltalán el sem indultunk volna három gyerekkel ilyen helyre. Úgyhogy, ja, két dolgunk most elromlott, és ja, azt akartam mondani, hogy a Bosch néztük ki, és mind a két helyen lebeszéltek róla, hogy de már ahogy meg is néztük, és kinyitottuk a mosogatógépnek az ajtaját, és annyira gagyi műanyag, és látszik, hogy az szerintem még 2 évet se fog bírni, nem, hogy 12 csórikám, úgyhogy lebeszéltek abszolút a Boschról. Úgyhogy ha valakinek van esetleg nagyon szuper mosogatógépe, amit imád, és tud ajánlani, és egy közép árkategóriás, akkor nagyon örülnénk neki, hogyha megosztanátok a tapasztalataitokat. Jelenleg egy Whirlpoolunk van, mondom, 12 éves, ezen az eladók teljesen fönnakadtak, mert ezeket a gépeket általában 4-5 évre tervezik. Aztán elmeséltem a porszívónk történetét is, és röhögtek, hogy 2,5 év egy porszívó. De könyörgöm, a Samsung porszívónk, ami sima vezetékes porszívó, szerintem már 15 éves, és semmi baja nincsen. És jó, persze, minél okosabb valami, vagy minél több dolgot tud egy mosogatógép, annál több dolog meg tud benne hibásodni, és persze, hogy arra megy már a gyártó, hogy minél hamarabb lecserélt, hiszen neki ez az érdeke, neki nem érdeke az, hogy te most 12 évig elérdegélj egy mosogatógép, ugyanez a mosógépekre is igaz, de nem, legessük. Tehát valaki mondta, hogy 3+1 dolog fog elromlani egyszerre, na most ebből most tulajdonképpen így kettő dolog most elromlott, amik ugye magasabb árkategória, tehát nem egy 20 ezer forintos tételek a cseréi, úgyhogy nagyon nem vagyunk most boldogok, és
próbáljuk a szitut megoldani, hogy ugye mosogatógép nélkül egy három gyerekes család, hát gondolhatjátok, hogy, hogy mi van a konyhában, ezt nem is videózom, mert rosszul lennétek. Úgyhogy akkor ezeket a kérdéseket szerintem megválaszoltam, és nagyon remélem, hogy most jó a hang, és esetleg ezt majd valahogy jobb minőségben vissza tudja nézni, aki kíváncsi, hogy most nincsen így itt köztünk. Megnézem a mostani videó alatt a hozzászólásokat, és akkor megválaszolom őket. Takaríthatnál, pakolhatnál reggeltől estig, három gyerek mellett, semmi nem látszódna, arról nem is beszélve, hogy sajnos megvár. Mindenkinek erre egy hobbi, egy kis boldogság, én ezért kezdtem el most varni. Ja, én is annyira szeretnék varni kis helyes kis ruhácskákat a gyerekeknek. Vannak ezek a minimanú, meg milyen mi, vagy nem is tudom, hogy milyen egyedi márká, vagy hogy mondjam, egyedi anyuka, egyedi tervezésű ruhák, amik nagyon-nagyon tetszenek, és borzasztóan nehéz hozzájuk jutni, mert időszakosan fix mennyiséget varnak ezekből, és egyszerűen nem tudsz rendelni, bármennyire is szeretnél, és annyira szívesen megvarnám ezeket így a gyerekeinknek, és akkor nem benne ez az állandó vágyakozás, meg nem tudom, tehát hogy mit én látunk egy, nem tudom, teszem a Zara kis ruhát, ami ne, lesz hangos, nem passzol éppen a gyerekekre, akkor mondjuk itthon így megvarogatnám, vagy egy kis takarót varogatnék, vagy a kedvenc kis ruháinkból, pólókból, rugikból csinál, varnék nekik egy takarót, mondjuk ez nem is lehet olyan nehéz, de azért nem ártana hozzá egy varrógép. Szóval igen, tök jó, amit mondasz. Ne foglalkozz a negatív emberekkel, a saját kínjukat próbálják rád kivetíteni. A lehető legjobban csinálod a dolgaidat, ahogyan csak tudod, le az összes kalapommal. Én két nem sírú gyerkőcé is megörülök időnként. Köszi szépen, aranyos vagy. Ez igazából abban a pillanatban esik rosszul, amikor elolvasom, hogy basszus, tényleg kupi van. Tehát most is megmutatnám, hogy mi van itt. Akkor lehet, hogy valaki rosszul lenne, hogy most itt mindenját. Most tulajdonképpen miért adtam a gyereknek, mit tudom én, egy, kettő, három, négy játékot miért raktam elé, miért nem csak egyet. Ja. De ha ő el van, és hogyha ő boldog, és mert pedig én nem látom magamat, ez úgy zavar, Laci! Ha ő el van, és emellett én most tudok veletek beszélgetni, akkor ez szerintem nekünk jó. És akkor gyere szerintem ide, gyere, téged is lássanak egy kicsit, gyere ide, és akkor itt kezdje leszügymögni, tessék. Szóval egy kis aranyos itt eljátszogat. Ja. Nézzük akkor, talán nem tudom, a Laci, miért nem figyelhet, hogy bele van megint derékig bújva a mosogatógépbe? Megjöttél? Miért nem látjuk magunkat? Ne szök meg, muci buci. Jó, akkor szerintem megválaszolom a kérdéseket gyorsan, amik még így jöttek a videó alatt, és akkor utána így vakon elhiszem, hogy itt vagyok, nem látom magamat. Említette tegnap, hogy külföldre költözési szóba került nálatok, esetleg van konkrét ország, amelyik érdekes, na, ne csúsz le, érdekes lehet számotokra. Egy gondolat erejéig tényleg szóba jött a külföld, de hát ugye itt van a család, meg mondjuk most a koronavírus helyzetben külföldön, úgyhogy csak magadra számíthatsz, és bármi van, akkor kitől kér segítséget, hogyha mi esetleg csak egy sérgműtét, ami ugye majd vár rám. Tehát ezt nagyon-nagyon meg kell egyébként gondolni, és nagyon nagy előkészületek igényelhet egy ilyen. Gyere! Ezzel eddig vissza tudtalak csalni, hogy ezeket innen le kell pakolászni. A Lacinak a munkahelyén vannak a cégen belül, tehát a cég különböző országokban jelen van.
és ő ugye a magyarországi képviseletnél dolgozik, és szoktam mesélni, hogy most én Dubájban látott hirdetés, vagy Kaliforniában, vagy nem tudom, tehát itt-ott, amott vannak ilyen álláshirdetések, és hogy mondjuk felvetődik, hogy milyen jó lenne, hogyha mit tudom én kiköltöznénk, és akkor nyilván a fizetése is, mit tudom én, háromszor annyi lenne, de a megélhetés is háromszor annyi lenne. Szóval ez volt már téma köztünk, és most, hogy én bepipultam, hogy ennyire nincs a gyerekeinknek itt Magyarországon jövője, hogy miért ne költöznénk ki külföldre? Hát, nézd már meg, Léci, hogy milyen hirdetések, álláshirdetések vannak, és csak úgy, ha esetleg a jövőben én ezt komolyabban felvetném neked, akkor esetleg merre tudnánk elindulni. És amit kikötöttem, hogyha lehet, akkor angol nyelvterületre menjünk, mert mondjuk én nagyon szívesen mennék Olaszországba, Spanyolországba, tengerpartra, Franciaországba, de hogyha nem beszéljük a nyelvet, akkor borzasztóan nehéz lenne, tehát most angolul beszélgetni, hogy tudom én az olaszokkal, vagy picikét jártam olasz nyelviskolába, de szóval borzasztó nehéz volt az a nyelv nekem, és akkor úgy éreztem, hogy nem tudom megtanulni. Na most, hogyha rá lennék kényszerítve, hogy minden nap beszéljek olaszul, lehet, hogy menne, de én azt mondtam, hogy angol nyelvterületre, és hogyha lehet, akkor az ne Anglia legyen. Tehát ez akkor szerintem úgy nagyjából adja magát, hogy Amerika vagy Ausztrália lenne. És hát ugye akkor itt nagyon komolyan meg kéne azt nézni, hogy ezekben a országokban olyan furcsa ezt mondani, nem az, hogy más város és közel vagy a családhoz, hanem hogy országokban, vagy más kontinensen távol a nagyszülőktől, szóval ez borzasztó még ezt ki is mondani, de hogy megnézni, hogy ott a sérült emberekkel milyen lehetőségek vannak, tehát nyilván olyan helyre mennénk, ahol Alexnek szuper hely lenne, és mondjuk, ami nekem nagyon tetszik Amerikában, ez az iskola, meg az óvodarendszer, hogy mész autóval, és akkor kirakod a gyereket az autóba, és akkor bekíséri egy óvónő, vagy egy tanítónő bekíséri az iskolába, és visszafelé ugyanez, hogy érte mész autóval, várod a kis sorodat, az kis ösvényedet, és akkor beszáll a gyerek, és kihozzák a gyereket, és neked kiset kell tenni a lábaidat az autóból, és ez nálunk tökre jó lenne, hogy ugye nem kell Alexet cipelnem a hátamon, nem kell a másik pici gyereket cipelnem a hátamon, hanem csak az autóhoz kihozná a óvónéni, vagy a tanárnéni a gyereket, és akkor már mehetnénk is haza. Szóval ez borzasztóan tetszik nekem, de persze nem csak ez, hanem ez csak egy példát kiragadtam, hogy azért Magyarországon vannak hiányosságok, amiket én tapasztalok. Bosch Silence Plus Siri 2 van. Nem is tudom, mit mondtak a 8-as széria alatt. Ne is nézzünk Bosch-t, azt hiszem azt mondta, mert hogy mosogatógépről van szó. Mert hogy egyszerűen annyira gagyi műanyag, és annyi olyan picike rész, vagy akár az egész alja műanyag. Azt is megmutatta, hogy műanyag az alja, és borzasztó hamar el fog fáradni az az anyag, és tulajdonképpen 2 év múlva dobhatod ki a kukába a mosogatógépet. De ne legyen így nálatok, én kívánom, ne legyen így nálatok. Én is nagyon szerettem volna a Bosch-t, azt hiszem a 4-es szériát néztük ki, és vágyakozással, jaj, nem szólsz, rohantam oda, és nyitottam ki, és tettem, hogy jaj, úristen, te leszel az, és megláttam, és akkor így húztam ki a fiókot, és ilyen sóriás volt az, amit úgy megfosztott, hogy úgy nem volt rendesen eldolgozva, és úristen, mondom, hogy 150 ezer forintért ilyen bóvli gagyi, és a 12 éves gépünk, komolyan mondom, sokkal masszívabb és jobb adottságokkal rendelkezik, mint ez a na, szősz, mint az a Bosch gép, amiben meg ugye, ahogyan mondta az eladó, hogy nagyon sokan azért mennek, hogy bíznak a márkában. Na, ez borzasztóan idegesít, megvan talán. Szóval, hogy a porszívó 2,5 évet bírt. Bosch. Akkor
nekem 2,5 év múlva megadja magát a mosogatógép, én nem tudom, mit csinálok. Sikítok egyet. Nem tudom, nem, a Boschról teljesen lebeszéltek, úgyhogy ezt el is engedtük. Jelenleg egy Whirlpoolt, amilyen most egy Whirlpool gépünk van. Én életemben nem vettem volna a Whirlpool mosogatógépet, sem semmit. De mivel ugye ez a konyhánkban adott volt, ugye használatra vettük a házat, szóval, hogy nem új építésű, és nem én tettem be, vagy nem én választottam ki, hogy miért szeretnék. 12 évet bírt csórikám, és még most is lehet, hogy Laci meg tudja menteni. Úgyhogy Whirlpool volt még ott kiállítva a Bosch mellett, ami úgy minőségre úgy jónak tűnt, és bár az eladó azt mondta, hogy ő nem venne azt, mit tudom, Electroluxot, AEG-t, vagy Sharpot, vagy mit mondott, hogy ezeket venni, és őszintének tűnt, és nem csak annak tűnt, hogy ő most le van fizetve a Sharp által, és akkor Sharp, hogy azt vegyél. Ne féljetek, nem lehet minket megvezetni, megnézegettük mi a többit, és ezért döntöttünk jelenleg a Whirlpool mellett, mert ez tényleg ez a közép kategória nem is az az Electrolux, ami mit tudom én, 250 ezer forinttól indul az, amivel már érdemes, amin érdemes elgondolkodni, hogy megvedd-e otthonra, szóval megnézzük ezt a Whirlpoolt, szerintem egyébként ez lesz egy kicsi Whirlpool, mondjátem, hogy egy új Whirlpool. Igen. Hozzánk Ovi taxi jön reggel, és hozzák őket hazatérbe. Jaj, ne! Komolyan! Hova megy Ovi taxi? Hát de cuki! Na, Anikó, Réci, majd mesélj, hogy hogy van ez az Ovi taxi, vagy hogy kell ezt elképzelni? Úgy tudom ezt elképzelni, mondjuk, mint a Pető. A Petőnek vannak ilyen, ugye ez egy alapítványi dolog, és vannak alapítványon belül ilyen kis buszai, akik különböző települések, mint Bács, meg Zsámbék, meg onnan azt tudom, hogy ott van járat, ezt valaki mondta, de hogy itt érde nincs, az is biztos, szóval én ezt tudom elképzelni, hogy tényleg, hogy reggel jön a kis sérülteket szállító kis busz, akkor Alexia tudja elkészítem, felöltöztetem, viszi a kis táskáját, és akkor elmegy, és akkor nézi, jaj, jó legyen meg minden, és akkor mit tudom, én délután olyan 4 óra körül pedig hozzák őt haza. Az óriási segítség lenne, és én így képzettem el ezt a Petőt, de sajnos le kellett dombozodjak, mert nincs a Petőnek ideje, de ilyen járata. Úgyhogy ez nagyon cuki, hobi taxi. Erről majd beszélgessünk, ez nagyon édi. Na jó, hát akkor szerintem ez az élő, ez most akkor ennyi. Úgy látom, hogy nagyjából itt vagyunk. Kicsit több, mint 1 óra már át is csúsztunk. Jó, még itt látom, hogy Edith ír nekünk kérdést. Jó, Edith, téged imádunk. Képzeljétek el, hogy Edith egy konduktor, Szexárdon a korai fejlesztőben konduktor. Már találkoztunk többször, 2-szer azt hiszem, de szoktunk beszélgetni, és Edith meghívott magához, és el fogunk majd menni, és igaz, hogy 160 km, de be fogjuk tenni a gyerekeket hátra az autóba, és tényleg már alig várom, hogy menjünk, és akkor csak a miénk lesz a szexuális fejlesztő, és akkor ott lehet csúszázni, meg különböző játékok, meg hogy ott leszünk egész nap, és már nagyon-nagyon várom, és csak azt szeretném mondani, hogy vannak a világon ilyen csudacuki, nagyon jó fej, és szívüket, lelküket beleadó fejlesztő pedagógusok is, mint például ő, hogy teljesen önzetlenül, és igazából nem is az ő körzetébe tartozunk, hát hiszen mi érthez tartozunk, és mégis a szívén viseli a mi gyerekeinknek a fejlődését, és a mi életünket, és én azt kívánom a világnak, meg minden gyereknek, aki erre rászorul, hogy ilyen konduktorhoz, vagy ilyen fejlesztőhoz, vagy ilyen tanárhoz kerüljön, mert Edith, te egy csoda vagy. Úgyhogy megnézem, hogy te milyen kérdést írtál nekünk.
Mi lenne, ha a fejlesztő menne ki hozzátok? Segítséget kapnátok a speciális helyzetetek miatt. Hát erre csak azt tudom mondani, hogy érdről beszélünk egyrészt. Nincsenek szakemberek, ugye ezt mondtuk, hogy tök jó az elmélet, és elméletben ez működik, hogy majd Alex iskolás korában, 6 éves korától ugye be kell majd iratni őt mindenképpen egy általános iskolába, és utazó pedagógus fog kijárni. Elvileg heti egyszer hozzá, gyógypedagógus. Tehát a mozgását nem tudom, hogy ki fogja fejleszteni, vagy nem tudom, hogy itthon nincsenek olyan eszközeink, bár az érdi fejleszteni azért nehéz. Na jó, minket nem mondja semmit. Szóval lehetne több eszköz, lehetne több pénz a fejlesztőnek itt érten. Hagyjuk. Szóval nagyjából itthon is meg tudjuk teremteni azokat a körülményeket, amit a korai fejlesztőben meg tudnak teremteni. Mit tudom én, a játékokat, amivel éppen szeretne Alex-el játszani, azokat meg ugye tudja autóval hozni, mit tudom én, egy kirakót, egy ilyen fakirakót, vagy az a visszajelzős, ilyen nyomogatós tábla, hogy mit tudom én, kérsz inni, igen, nem, meg hogy mit kérsz, és akkor vannak ilyen kis képek azon a táblán, ilyen teljesen úgy jutak is táblán, de ugye a sérült gyereknek ugye azt kell, hogy oda tudjon pozícionálni, tehát egy táblagépen ugye nem tud, mert össze-vissza húzogatná ugye a képernyőt, de azon az eszközön vannak ilyen kis ablakok, és akkor ugye az Alex rá tud nyomni, mit tudom én, kérek inni, amikor majd azon a szinten lesz, vagy összekapcsolja azt, hogy kérek inni, akkor anya hoz nekem inni. Ezeket a kisebb eszközöket nyilván el tudja hozni egy fejlesztő pedagógus, de akkor ki fog a mozgásában segíteni, tehát azért mondjuk, ha megnézzük a Petőt, nem tudom, majd meglátjuk, hogy Szexádon nálatok mit vannak, ilyen eszközök, amik ugye Na, izennek is a műnye. Tehát, meglátjuk, hogy milyen eszközök vannak nálatok, de érdem, borzasztóan nincsenek sem eszközök, sem pénz rá, és most már sajnos szakember sincsen, úgyhogy én is gondoltam persze erre az utazó pedagógusra. Noénak például mondjuk egy logopédus, miért is ne? Tehát ott igazából eszköz nem kell nagyon, csak ilyen játékok, amikkel tudja őt beszédre ösztönözni, azt pedig mondjuk bárki be tudja tenni az autójába, úgyhogy tök jó az ötlet, csak a kivitelezés az valahol itt a rendszerben sajnos elakad. Alexnél óvodában gondolkodtunk, azt elmondtam, hogy nem fogadja senki. Bölcsiben, magánbölcsiben nyilván nem fogják őt fogadni, mert hiszen már a bölcsik ugye érden, ami nem fizetősök, azok telítettek, ezért az a család, aki szeretné, hogy bölcsibe jön, és el tudja menni az anyuka dolgozni, vagy a kistesóval otthon tudjon lenni. Te, uncsika, unatkozol? Ők ugye nyilván beiratják bölcsibe az egészséges gyermekeiket, és ugye kapnak is rá 40 ezer forintos, maximum 40 ezer forintos támogatást, tehát miért is ne iratná be egy 15 fős magánbölcsibe, ami most tudom én havonta, nem tudom, 90 ezer forint, és abból 40 ezeret áll az ámkincstár, miért ne iratná be 40 ezerért egy hónapra? Ne kezdjél el feltűnően unatkozni, én tudom, hogy nem nyertél félre. Szóval azt akarom ebből kihozni, hogy nem egy halmozottan sérült gyermeket fognak bevenni egy magánintézménybe, ahol túljelentkezés van itt ért környékén. Teszem azt, 22. kerület, Szászhalombatta, Török Bálint, Budaörs, és még sorolhatnám ezt a dolgokat, tehát hogy borzasztó túljelentkezés van a magánovékban, a magánbölcsikben is, úgyhogy egészséges gyerekekből. Nem, hogy egy halmozottan sérült, tehát biztos, hogy nem tudok, aki három gyereknek számít, ugye papíron.
tehát, hogy neki ugye külön ember kell, úgyhogy gondolkodhatok én magánintézményben, de sajnos nincsen. Tehát ez volt az első, hogy most a második, hogyha államilag támogatott intézménybe, ami alanyi jogon jár minden gyereknek, hogy oviba járhasson, akkor nézzünk magán, de még olyat sem találtunk sajnos. Az önkormányzatnak is kellene segíteni, a családokével van. Hát az önkormányzatnak, igen. Ja. Írtunk a jegyzőnek is ezzel kapcsolatban, még választ nem kaptunk. A tankerület igazgatónak kellene most kijelölni Alexnek kötelezően egy óvodát, ahova ő járhat, és ezt vágyjuk, de mivel ez már évek óta húzódik, és soha nem tudtak neki óvit kijelölni, mert nincs mit kijelölni, mert nincs szakember, és nem tudnak csoportot létrehozni, szóval meg vagyunk lőve sajnos, úgyhogy Alex tulajdonképpen az önkormányzat, meg az állam, meg mindenki szemében egy szónövény, tehát, hogy most gyakorlatilag kerülgesd őt itt van, és fejlesztgesd, ahogyan tudod, és nem tudom, nem tudom. Igen, elég rossz témával zártuk sajnos le ezt a videót, de ez a helyzet, úgyhogy én annak nagyon örülök, hogy a Noé tud menni bölcsibe, magánbölcsibe következő tanévben. Nagyon remélem, hogy ezt a koronavírus fogja engedni, és legalább akkor ő egy nagyon jó helyen lesz, nagyon jó közösségben lesz, még egy évig, ugye, amíg mert talán még 2 évig, esetleg 5 éves koráig tudjuk az óvodai beiratást húzni, hogy ő korai fejlesztésben részesül. Na hát akkor kérdés, hogy a magánbölcsi őt fogadja el még 4 éves kora után. Nem tudom, a 4 éves korig vesznek ide be gyereket. Na mindegy, szóval én már annak is nagyon-nagyon örülök és hálás vagyok, hogy egy gyermekünk jó helyen lesz. A kis muci nyuszi, aki már itt látványosan unatkozik, nem tudom, hogy mi látszik belőlük, mert tök vakon vagyok itt. Gyere ide! Ő meg még anya mellett a helyet, tehát ő neki 3 éves koráig, mivel ugye még koraszülött is, meg muci nyuszi is, egyébként gyere, ide, nyusz, gyere! Látványosan unatkozom. Gyere, már ide, gyere! Ő neki még anya mellett a helye, úgyhogy őt nem is nagyon gondolkodtunk azon, hogy őt beadjuk valahova majd jövőre. Jövőre visszatérünk erre, hogy most akkor még gyerek hova, és ki megy el, amiben, aki nem megy el, amiben ki tudunk támogatni. Nem tudom, hogy ti látjátok-e őt. Húha, nagyon beütötted a bucidet, ahogy ide ledöltél. Szóval igen. Úgy is fogok tudósítani, meg el fogom nektek. Ne vedd oda a fejed. El fogom nektek mondani, hogy mi a helyzet velünk, meg hogy szeptembertől hogyan alakul a fejlesztése a gyerekeknek, tudunk eljönni edre, vagy mit jelöl ki a Dohány utca, vagy mi lesz velünk, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Ja. Na mindegy, hát akkor köszi, hogy most is itt voltatok, aki itt tudott lenni, meg én nagyon-nagyon remélem, és bízom benne, hogy ez a kis csoda dolog itt, ez a mikrofon, ez nem sistergett, nem rezonált, és valamennyire meg tudom vágni úgy ezt a, vagy nem vágni, hanem hogy a hangot kicsit állítani a videószerkesztőm által, hogy ez élvezhető legyen, és fel tudjam tölteni a YouTube-ra is nektek, és akkor visszanézhető lesz, és akkor le tudjátok állítani, hogyha mit tudom én, mennetek kell valahova, és akkor meg tudjátok hallgatni, hogyha érdekeltiteket a mondani valók. Úgyhogy nagyon köszi, hogy írtatok kérdéseket, meg hogy követtek minket, meg tényleg mindent nagyon-nagyon köszi, és jövünk majd legközelebb, nem tudom, hogy mikor tudunk legközelebb élőzni, amikor a 2 gyerek a 3-ból elmegy valahova, akkor tudunk élőzni, mert most Liza nem sokat szerepelt itt, de igen, ahogy tudunk, mindent, élőt is, videót, vlogot is csinálunk, vagy különböző témákat is boncolgathatunk videóban. Köszönöm! Úgyhogy jövünk legközelebb. Puszi, sziasztok!